A hosszú téli estéken a lányok, asszonyok fonóba rántak, hogy közösen kalálkába megfonják egymás kendelét, vagy vagyanak, hímezzenek. A falban ilyenkor csak kívülről tűntek csendeseknek, a fonóban ugyanis zajlott az élet. Zengett a nóta, folyt a mese, egymás megtréfálása. A fiatalság játszott, zajongott. Elcsattant egy-egy csók is, szép szerelmi szálak szövődtek, melyek gyakran házassággal végződtek. Akik még részt vettek a fonóban, igen lelkesen emlegedik. Így úgy emlékeznek vissza rá, mint a legszebb téli szórakozásra. Minő nagy mulatság volt, hogy játszottunk rakásra, ha kifontunk magunkat, még táncoltunk is. Fonó nélkül meg se lettünk volna. Mi már 10 éves kortól csapatolni jártunk. Lányok voltunk 8-10, fontunk külön lányok, de azért mentünk anyánkkal is. Ha lányos fonó volt, hajjaj, csináltunk nagy csapatolást, a padlást is a földre állítottuk. Nevezetes volt a fonó, nagy mulatással járt. Nekünk az éppen olyan volt, mint mikor most moziba mennek. Elteltek a téli esték, hát olyan jó eső érzés volt. Díszes ünnepség volt, mikor mentünk közösen fonni a fonóba. Körülültek a lányok a lócán, a fiúk meg a közepibe. Úgy repült az idő, mint a gondolat.